Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy rendhagyó gondolattal kezdjük mai beszélgetésünket, a szív szava a szeretet, és ezt mindenki megérti. Hogy miért is ezt választottam, mert hogy egy olyan vendéget invitáltam meg a stúdióba a mai beszélgetésre, aki nagyon sokat tett azért az elmúlt időszakban, hogy megszeressük a verseket, és nagyon sokat tett azért is, hogy ezt tegyük a szív szava a szeretet jegyében, ahogy tetszik. Vendégem tehát Szabolné Miklós Eszter. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, Lajos. A mai beszélgetésünkben az Iszka Szentgyörgyi születésről, a gyermekkorról, a hivatásválasztásról, a családról, és természetesen mindenek felett a versekről fogunk beszélgetni. És hát itt az ideje, hogy akkor köszöntsd bennünket azzal a verssel, ami tulajdonképpen az arszpoétikád. Egy Bőzsöny Ferenc verset hallhatunk. Azt nagyon szívesen elmondom. Bőzsöny Ferenc, ima. Uram, ahová tettél, ott szolgállak. Ahol megsejtlek, ott kereslek. Ahogyan tudlak, úgy követlek. Ha megbotlom, nem csüggedek. Ami van, azért magasztallak. Ami nincs, azért nem zaklatlak. Ami a munkám, megcsinálom. A jó szót érte, sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek. És másnap mindent újra kezdek. Gyönyörűséges, szép sorok. Én azt gondolom, hogy ez a teljes életedre, a 85 esztendődre mindenféle értelemben illik. És hát, ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk arról a kicsi lányról, aki Iszka Szentgyörgyön megszületett. Milyen volt a gyermekkorod, Eszterke? Hát annyit javítok, hogy én... Hát Iszka Szentgyörgyön, 1936-ban születtem, bizony régen volt az már, szegény sorsú szülők gyermeke voltam. Nehéz volt a gyermekkorom. Az iskolát is Iszka Szentgyörgyön végeztem, az Iszka Szentgyörgyi általános iskolában. Nagyon szerettem iskolába járni, szerettem tanulni, szerettem már akkor is szerepelni vallásos esteken, mint kicsi gyermek, és vitt a nagyapám, büszke volt a pici csemetére, hogy már akkor a vallásos esteken verset mondott. Tehát jó tanuló voltál. Igen, jó tanuló voltam, és ez mindig arra sarkalt, hogy az életembe olyat tegyek, amit a legjobban szeretek. És felső tagozatos koromban kibontakozott az, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, és ezt észrevette Polyányi János tanítóbácsi is, és ő három esetben családot látogatott az édesapámnál, mert az édesapám mindig azt vallotta, hogy a lányoknak a fakanál mellett van a helye, és valahogy úgy nem gondolta azt, hogy a középső gyermekét, mert hárman voltunk testvérek, és hogy a középső gyermekét tanítassa, mert az öcsém meg akkor olyan volt a sorsunk, a helyzetünk, hogy bizony az iskoláztatás, a könyvek beszerzése, a bejárások pénzbe kerültek, és az én szüleim egyszerű kétkezű munkával foglalkoztak, és hát pénzük bizony ahhoz, hogy tanítassanak három gyereket, nem volt lehetőség. De mégis a három családlátogatás meggyőzte az édesapát, és akkor működött itt Székesfehérváron tanítóképző, és a Jóisten adta, hogy én oda bekerülhettem a tanítóképzőbe. Tehát tanítóként találtad meg azt a hivatást, ami nagyon-nagyon fontos. De emellett mikor ismerkedtél meg a versekkel? Hiszen a vers az, ami elkísér a máig.
Igen, hát ugye még ahhoz elég hosszú út volt, mert végig a képzőt itt Székesfehérváron végeztem, ott egyetlen alkalmam volt arra, mert a magyar tanárom is észrevette, Györgyi néni rajtam, hogy van érzékem a versekhez, és egy alkalommal a Szózat című verset kérte tőlem, és ott csodák csodájára második helyezett lettem, és akkor nem könyvjutalmat kaptunk, hanem 20 forint járt a második helyezett kis diáknak, és én azt a 20 forintot úgy dédelgettem, és olyan boldogan vittem az édesanyámhoz, mert akkor a bejárói igazolványom 18 forint 40 fillérbe került, és még megmaradt 1 forint 60 fillérem, abból pedig kiflit vásároltam, mert addig egyáltalán nem is gondolhattam arra, hogy én kiflit vegyek, pénzért vegyek, és én azt a verset máig is azt gondoltam, hogy hát a Szózat maga az ember, második himnusza gyakorlatilag. Igen. Nagyon szeretjük máig is ünnepeken énekelni, és csodálatos volt azt nekem elmondani. A tanítóképzőből mi az, ami elkísér? Mit lehetett ott megtanulni igazából? Hát elsősorban a módszertant, a tanítástant, a tanítást, és a tanításhoz a paptanár úr látta, hogy hát tényleg érzékem van. 11-szer tanítottam, és mind a 11-szer az tényleg ötösre sikerült. És még mikor elvégeztem a képzőt, utána arra voltam büszke, hogy több éven keresztül kinagyították az érettségi képemet, és mikor visszatértem még a Mihály Gyuláné Eszti nénihez, mert ő volt az osztályfőnökünk, és még szerettem volna az iskolámat látni, és akkor, ahogy jövök fel a lépcsőn, ott van a kinagyított képem, és ezt úgy éreztem, hogy erre nagyon büszke lehetek, hisz mindig az volt bennem, hogy igazoljam azt, hogy egy egyszerű faluról bekerülő gyermek is tud érvényesülni, és példát szerettem volna mutatni, és hát lám, itt a kép alapja is bizonyítja, hogy azért a példám olyan volt, hogy ezek szerint szívesen. Hogy lehetett példát mutatni a gyerekeknek? Milyen volt tanítónak lenni abban az időszakban? Hát abban az időszakban azért nagyon sok nehézsége volt a mi életünknek, mert gyakorlatilag mi érettségiztünk, és érettségi után rögtön kikerültünk egy iskolába. Én például az első állomás helye Magyaralmás volt, ahol még csak egy érettségim volt, a képesítőt csak azután szereztük, miután egy évet tanítottunk és bizonyítottunk. Hát ott nagyon nehéz feladatom volt, mert Magyaralmáson 18. évemet betöltöttem januárban, és kaptam 31 elsőst, és 16 harmadikost. Hát elképesztően nagy izgalommal nehezen kezdtük az iskolai évet, hogy tudok én az összevont osztállyal megbirkózni, de nagyon nagy boldogságot jelentett, mert még a sok munka mellett még tánccsoportot is alakítottam, sőt, színjátszó csoportunk volt, mert az iskolában például szemléltető képeket nem tudtunk beszerezni pénzért, mert pénze nagyon nehéz, szóval kevés volt az iskolának, és az volt, hogy színjátszó csoporttal jártuk a környék falvait a Lilionfival. Mégpedig Budapestről hoztunk még a kölcsönzőből ruhákat is, úgyhogy gyakorlatilag nagyon szép volt az előadás, és
amatőr módon mi tanítók, tanárok, tehát a tantestület vállalta ezt, és hát ebből szerzett pénzünkön aztán visszafordítottuk az iskola költségeire. Tehát ez egy gyönyörű magyaralmási időszak volt. Melyek voltak a legfontosabb állomásai a pedagógusi pályádnak? Hát sajnálatos módon magyaralmáson csak egy évig lehettem, hát nagyon szerettem volna még ott maradni, de ugyanakkor Iszka-Szentgyörgynek szüksége volt pedagógusra, és az a Polyányi János, aki gyakorlatilag meggyőzte az édesapámat, hogy ennek a kislánynak a képzőben a helye, ő hívott az én szülőfalumba vissza, és hát egy kicsit félve mentem, mert ott engem mindenki ismert, de helytáltam ott már. Az ifjúságot is magam köré vonzottam, ott is folytattam a tánctanulást, a színjátszást, tehát a kulturális életet, élettel foglalkoztam Iszka-Szentgyörgyön. Egy ifjú hölgynek előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor rátalál a szerelem, és családot alapít. Ez hogy történne? Hát igen, ez egy csodálatos dolog volt, mert falumban élt Rak Ferenc, akit már otthon, ugye, mint szülőfalumban élő embert megismertem. Nagyon becsületes, tehetséges ember volt, ő a Műszaki Egyetemet végezte, de a tehetsége főleg matematikában bontakozott ki. És hát erről nagyon szomorú nekem beszélni, mert boldogan kezdődött a házasságunk, mindössze 6 évig tartott, és a 66-os repülőszerencsétlenség áldozatául esett az én szegény férjem, és ez az életünket teljesen megviselte. Akkor már a kis Erikám 4 éves volt, mert egy kis gyerekünk született, aztán az ő halálával egyedül is maradt az én kislányom. Ez nagyon nehéz időszak lehetett. Hogy sikerült ezen átlépni? Azt tudjuk, hogy soha nem lehet ezt megtenni, de hogyan sikerült így túlélni, ha úgy tetszik? Hát a baráti kapcsolatok, a szeretet, a családom, aki körülvett, 2 testvérem, az édesanyám, még a szüleim, akik valóban nem csak az én sorsom, de a drága gyermekemnek a sorsát is nyomon követték, segítettek. Hát ekkor sajnos én a szívkórházba is kerültem, akkor 3 hetet töltöttem a szívkórházba, és a drága nővérem, a kislányom magához vette a 3 hét alatt, és a 2 keresztgyerekemmel, az ő kisgyerekeivel járt az Erikám a Kincsesbányai óvodába, ahol végeredményben szintén tanítottam is, és ismertem magát, Kincsesbányát is. Tehát ez egy rendkívül nehéz időszak volt, és azt gondolom, hogy nyilván nem múlik el nyomtalanul. Miként lehetett folytatni az életet ezután? Hiszen azért tudjuk, hogy egy bizonyos idő után azért újra kell kezdeni. Nehéz volt az újrakezdés? Hát nagyon, talán életem legnehezebb évei következtek. Akkor 8 hónapig nem is tudtam fölvenni a munkát, de a kollégák, meg akik körülvettek, segítettek abban, és én is rájöttem arra, hogy ezen túl kell lépnem, nem szabad most már ezen rágódnom, és lekötöttem magam a munkával, akkor munkaközösségvezető is voltam, kisdobosvezető is voltam, és valahogy szinte egész napomat iskolába töltöttem. És itt talán az volt a csodálatos élményem, hogy a kislányomat, Erikámat hoztam mindig magammal
az utolsó órában mindig ott volt velem az iskolában, hogy ne ő legyen az utolsó, akit elhozunk az iskolából, és ő neki adtam rajzolgatni valót, olvasgatni valót, hogy forgassa a könyveket, csak inkább a képeket nézte, és csodák csodájára saját maga, ahogy korepetáltam a gyerekeket, úgy ő meg megtanult olvasni, és ez meg nekem hát nagy boldogság volt, bár akkor nem nagyon örültek a tanítónénik annak, hogy már úgy került a kisgyerek óvodába, hogy tudott olvasni, de ahhoz meg nagyon nagy szerencséje volt, mert muzikális volt a kislány, és nulladik évfolyamon már tudott olvasni, írni mondjuk nem, de szolfésre tudott járni, és utána már kisiskolásként bekerülhetett a zeneiskolába, és az 9 évig zongorált is az én kislány. A tanítás az végigkísérte az életedet? Az végig, igen. Várpalota után ugye az volt, hogy a kislányomnál kiderült, hogy tényleg tehetséges, jól tanul, versenyekre jár, és akkor meghallottam, még Várpalotán tanítottam, de meghallottam, hogy Lánkhugó, nagyon ismert Székesfehérváron a tanár úr neve, és ő kis matematikusok körét szervezte, és én Várpalotáról bejárattam a kislányom erre a kis matematikusok körére, és ez nagy hasznára vett, nagy hasznát vette aztán, mert vágyott a teleki gimnáziumba járni, és akkor történt az életemben, hogy hazaköltöztem Iszka-Szentgyörgyre, a szülőfalumba, a szüleimhez, de akkor még ott nem volt állásom, és 5 évet töltöttem Kincsesbányán. És hát az utam aztán ezért, emiatt, hogy a lányomért mindent meg tudjak tenni, vállaltam azt, hogy közel legyek Székesfehérvárhoz, és csak a gimnáziumban éltünk 1 évet Kincsesbányán, és utána sikerült Iszka-Szentgyörgyre, és onnan már nagyon könnyen be tudott járni Erikám Székesfehérvárra. Aztán jöttek a családalapítás pillanatai is, hiszen nagyon fontos, ugye tegyük hozzá, hogy egy olyan családban élsz, egy tanítónő, akinek a családjában mindenki orvos jelenleg. Hát igen, ez egy nagy ugrás valóban már, mert ugye a lányom akkor ugye leérettségizett, a telekiben érettségizett le, és azért is nagyon boldog voltam, hogy az érettségie is jól sikerült, és az első nekifutásra felvették az orvosi egyetemre, és ott ismerkedett meg a férjével, Gécs Sándorral, csodálatos ember a vejem is, és ők aztán családot alapítottak. Jött a sok-sok öröm az életemben, mert a házasságuk után 3 évre megszületett az első unokám, Péter unokám, aki szintén tehetséges volt, és itt talán köthetem a Péter nevéhez is a vers szeretetet, mert a Péter unokám viszont több esetben szavaló versenyem volt, és nagyon hát gondolkodott azon, hogy mi is legyen, mert nagyon szeretett például futballozni, de ugyanakkor a verseket is, hogy esetleg színészi pálya, de mégis valahogy a szülői pályát választotta a Péter unokám. Orvos lett a Péter. És 3 évre született az Eszter unokám, aki szintén tehetséges volt, ő viszont muzikális is volt, és az anyukái nyomdokait követve, mivel volt egy kis pianino zongoránk, ő 10 évig zongorázott, mégis ő is az orvosi pálya mellett döntött, és ő most Budapesten dolgozik, mint medikaként,
még 2 éve van, és ő is bálgyógyász lesz, mint ahogy az édesanyja is bálgyógyász. Tehát kerek a világ. És ugye most megérkeztünk a versekhez. Megérkeztünk, mert hogy az elmúlt időszakban a székesfehérváriak tudják, hogy ha volt nyugdíjas, ki mit tud, ha volt rangos kulturális esemény, ha volt méltósággal teli emlékező est, akkor Szabóné Miklós Eszter mindig ott állt előttünk, és verseket mondott. Honnét jött az a gondolat, hogy így kiteljesedj a versekkel? Hát az az igazság, hogy az igazi versek szeretete már elég, mondhatnám, hogy idősödő koromban érintett meg. Valahogy mégis azt mondtam, akkor már megözvegyültem, mert ugye Szabó Sándorral is házasságom volt, és a Szabó Sándorral élt, azért vagyok Szabóné Miklós Eszter, hogy ővele éltem 20 évig, a 20. házassági évfordulónkat még éppen, hogy nem értük meg, szegény meghalt, és az ő halála, gyakorlatilag az, hogy egyedül maradtam, hogy mivel töltsem az időmet, és akkor közösséget kerestem. Sőt, a lányom jó voltából elmentem a Kurzillóra, addig csak úgy éreztem, hogy református vagyok, hogy hitben élő ember vagyok, de a Kurzillóra a gyerekem biztatására elmentem, és végeredményben ez olyan csodálatos hatással volt rám, hogy ott tudtam igazán elengedni az első férjemet, a gyerekem édesapját. Ott tudtam a gyászomat letenni, és a gyászom után hazajöttem, akkor kerestem közösséget, és elsősorban a hídbe próbáltam keresni közösséget, a református nyugdíjas klubba léptem be, meg azt a gyülekezetet választottam. Somogyi László volt akkor a Székesfehérváron a lelkipásztor. Nagyon drága közösség volt, aki úgy hamar megismerte a sorsomat, és úgy körülvettek a szeretetével, és egy alkalommal egy generációs táborba mondtam el, mondjuk így időskoromban életem első szeretett versét. Azt máig is nagyon szeretem. Igen, ezek nagyon fontos pillanatok, hiszen ahogy az imént mondtam, mi is megélhettük azt, hogy rengeteg verset hallottunk tőled, és nagyon sok siker kísérte, a versenyeken is egyébként. De most megérkeztünk az idei esztendőhöz, illetve tavaly. Ugye akkor már a 85. születésnapot tájékán jött egy gondolat. Ez olyan fenséges, hogy erről beszéljünk, hiszen a Covid-járvány idején, tehát a koronavírussal terhelt világban valaki kigondolja, hogy versekkel segít a mindennapokban, a zártságban, az elviselni ezt azt a terhet, ami azt hiszem, hogy minden idősnek és fiatalnak egyformán nagy teher volt. Honnét jött ez a gondolat, ez a telefonos versmondás? Hát a Covid ugye nagy terhet rótt mindannyiunkra. Az én esetem akkor, amikor ez a gondolat felvetődött bennem, akkor én Almádiban voltam még, és ott már tudtam, hogy haza kell jönnöm, mert ott én nagy veszélyben voltam. Ugyanis, mint említettük is, a vejem is orvos volt, lányom is orvos volt, és mindig betegek közül tértek haza, és féltettek, hogy nehogy tőlük esetleg megfertőződjek. És hogy mi lesz velem otthon, ez a kérdés foglalkoztatott. És akkor jött egy ötletem, hogy hisz én már akkor tudtam körülbelül 90-100 közötti verset, hogy én a verseimmel próbálom lekötni magam oly módon, hogy felhívok olyan ismerősöket, szeretett barátokat, akik szintén szeretik a verseket, és csoportosítottam ezeket a verseket, és minden napom hétfőjétől egészen péntekig
voltak emberek, akiket hívtam, vagy ahol ők hívtak engem, és mondtam egy-egy verset, volt 6-6-6 verset egy-egy felhívott embernek, és ez 20 hétig tartott, és azért örültem ennek, mert lekötöttem az időmet, és nem kellett az 5 családtagomra állandóan gondolni, mert nem csak a felnőtt szülők, hanem az unokám Budapesten, a Péter unokám itt Székesfehérváron fogorvosként, tehát mindenkor ki voltak annak téve, hogy esetleg megfertőződnek a vírustól, és hát ez nekem olyan csodálatos volt, hogy reggel 10 órakor kezdődött az első műszakom, akkor 2 hívásom volt, délután meg 3 órakor szintén 2 hívásom, és 2 telefonhívásom, és akkor egy-egy nap 24 verset mondtam el, hát arra fel is kellett készülni, mert az volt a lényeg ennek a szolgálatnak, hogy én magam se olvassam, hisz olvasni megtanult az ember még általános iskolás korában, hogy egy kicsit az én agysejtjeimet is csiszolgassam, és még azzal is lekössem magam, hogy ismételjem a tanult verseket, és az internetet annyira tudtam csak használni, már sajnos ahhoz nagyon nem értek, hogy onnan is tudtam verseket levenni, és a karanténom alatt 24 verset tanultam meg, és ezzel én a 120 versemmel szolgáltam végig a 20 hetet. Amit én azt gondolom, hogy már nagyon sokan megköszöntek, de én valamennyiünk nevében szeretném megköszönni. És hát itt a beszélgetésünk végén akkor halljunk meg egy verset, ami a szívednek különösen kedves. Hát a rengeteg közül talán annyit hadd mondjak, hogy a Bódás János versei, mivel hitben élő ember vagyok, és ő református lelkész volt itt Székesfehérváron, és őtőle tudok talán legtöbb verset. Hát próbálkozom akkor az ő versével most befejezésül. Bódás János, elveszthetetlen öröm. Az nem igaz, hogy az élet kegyetlen. Sok öröm van benn, elveszíthetetlen. Van öröme, mely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, miktől az élet oly sokszor komor. Van öröm, ami soha nem apad. Ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj jó szót, vigaszt, ha van falatot, derűt, tudást, vagy békülő kezet. Mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz. Hát ez az egyik legkedvesebb. Eszter, köszönöm minden székesfehérvári nevében, hiszen, hogy keretbe zárjuk a történetet, igen, a szív szava, a szeretet, és ezt mindenki megérti. Megértettük mi is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Megtiszteltető volt. Köszönjük szépen, hogy itt lettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szabolni Miklós Eszter volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!